Évelei bérszámfejtés egy nyíregyházi sütőipari cégnél. A vállalkozásnál minden foglalkoztatottra szükség van, ezért dolgozót nem bocsátanak el az üzemből, mondta el a cégvezető, aki szerint akár 10%-kal is emelkedhetnek a bérköltségeik januártól. Hatványozottan jelentkezik nálunk a sütőiparnál a minimálbér emelkedés, hiszen a sütőipar területén döntően szakmunkásokat kell, hogy alkalmazunk. A boltosainkban is ugye kimondottan szakmunkás bizonyítvány rendelkező eladókat kell foglalkoztatnunk, és ugye ezeknek a dolgozóknak a munkaidőnk a nagy része éjszaka, illetve délutános műszakra esik. Tehát emiatt a megnövekedett minimálbér annak a járulékai és hozzá kapcsolódó pótlékok többszörösen érintik az ágazatunkat. 2016-ban 111 ezer forintra emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum, amely a szakmunkás dolgozókat illeti meg, 129 ezer forintra nőtt. A minimálbér 5,7%-kal emelkedett, hozzátesszük a pótlékokat, akkor ez egy 8-10%-os költségnövekedést jelent a sütőipar területén, amelynek a kigazdálkodása, én úgy gondolom, hogy elég nehéz feladat lesz a sütőipar területén. Amennyiben az egyéb költségek is emelkedni fognak, akkor sajnos kénytelen lesz a sütőipar némi állat emelni. A vállalkozások az 50 év feletti munkavállalókat szívesen foglalkoztatják, és az utánuk járó adókedvezményeket igénybe is veszik, ám a 25 év alattiak között nehezen találnak szakembert. A sütőipari ágazatban egyébként nincs elég szakmunkás.